Az egyeki berkes hagyományőrző IASZ Sport és Lovas Egyesület már ötödik alkalommal rendezte meg a hagyományőrző Magyar Agár napot május 28-án. A nap ezúttal is tartalmas időtöltést nyújtott az érdeklődőknek, tájékoztatást a Hortobágyi Madárkórház munkájáról, színpadi műsorokat, agara körszing versenyét, rendőrök kutyás bemutatóját. Most részleteket láthatnak a nap programjából. A Berkes Hagyományőrző Egyesület szervezésében, vagyis Berkes Zoltán és feleségének, valamint a támogatóknak köszönhetően már ötödik alkalommal került sor a Hagyományőrző Napra Egyeken. A rendezvény ezúttal a Hortobágyi Madárkórház munkatársának, Hegedű Zsoltnak a tájékoztatójával kezdődött, aki először arról az övről beszélt, amit itt engednek vissza a természetes élőhelyére. A madár 2021. decemberében szánytöréssel érkezett a kórházba, majd 5-6 hét gyógyulási időszak után felkészült arra, hogy elengedjék. Hegedű Zsolt egy egerisz őévet is hozott magával. A madár mindkét szárnyát elvesztette áramütés miatt. További érdekes példákat hallottak a jelenlévők a madarak jellegzetes sérüléseiről, a merkezésekről és azok gyógyítási lehetőségeiről. Dr. Milucki Attila Egyek polgármestere elismerését fejezte ki a madárkórházban folyó munkáról, majd a helyi gyepmesteri telep működéséről szólt, ahol évente kb. 600 kutyának tudnak gazdát találni. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, elnök urat a Magyar Agrárszövetségtől, a szervezőket és a kedves vendégeinket. Nem vagyunk sokan, talán a hűvös időjárás is az oka ennek, de olyan szárazság van, hogy már szurkolunk itt az esőnek. Itt is éppen néztem, hogy 2 centiméteres repedések is vannak a földön. Na de hát, hogyha esik ma vagy holnap, ilyet is szoktunk ritkán kívánunk ilyet egy rendezvényre, hogy de jó lenne az esne az eső. Én azt mondom, hogy egy nagyszerű dolog az, hogy ötödjére meg tudjuk szervezni ezt a rendezvényt, és akik úgy a kutyáknak, a természetnek, a madaraknak, a barátjaiknak vallják magukat, az ő számukra ez a mai nap egy kikapcsolódást is jelenthet. Nagyon szép volt ez az előadás, és amit így a madárkórházban végeznek, az mindenképpen egy dicséretes dolog. Rengeteg madárnak megmentik az életét, és az is jó, hogy ez itt van a mi közvetlen szomszédságunkban. Tőlünk is sok madár bekerült már a Hortobágyi Madárkórházba. Az, hogy a villanyvezetékek rengeteg kárt okoznak, erre lenne megoldás. A légvezetékeket ki kellene cserélni földkábelre. Egyelőre ennek csak anyagi akadályai vannak, de már az is nagyon jó, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park területén a magas feszültségű légkábeleket kicserélték földkábelekre. Ez is egy előrelépés. Mi is próbálunk ügyesek lenni, a természetért tenni. Itt van mögöttünk a gyepmesteri telep, ezt minden egyes alkalommal elmondom, hogy évente kb. 600 kutyának tudunk újra gazdát találni. Ez egy nagyszerű eredmény, azt mondom, országosan is az elsők között vagyunk. És talán ennek is köszönhető, meg sok egyéb fejlesztésünknek, hogy május 19-én környén átvehettük a belügyminiszter úrtól a falu megújítási díjat. Ez egy országos első helyezés a településünknek, és röviden azért kaptuk, mert az elmúlt 11 évben 88 fejlesztés sikerült megvalósítani. Sajnos nem azért kaptuk, mert mennyire a csúcson vagyunk, meg mennyire fejlettek vagyunk, mennyire előre haladott a település, hanem azért kaptuk, hogy ugye az elmúlt 11-12 évben egy szép fejlődési pályát írt le a település. A 2019-es, az 2 évente osztják ki a falu megújítási díjat, a 2019-es falu megújítási díjat Környe kapta, ez ott van Tata és Tatabánya között, egy 4300 fős település, de hát Környéről csak annyit mondok, hogy egyedül az iparűzési adójuk évente 1500 millió forint. Mi több mint 1000 fővel vagyunk többen, és nálunk
az összes adóbevételünk mindent összerázva nem éri el az évi 100 millió forintot. És arra mi büszkék lehetünk így a falu megújítási díj kapcsán is, hogy mi ebből a kevésből is megpróbáljuk a legtöbbet kihozni, meg talán sikerül is ebből a kevésből a lehető legtöbbet kihozni. Éppen itt mögöttünk is van egy építkezés, ez egy kicsit talán zavarja az agrárfuttató versenyt is, de mi azt gondoltuk a képviselőtestülettel, hogy ez egy nagyszerű előrelépés lesz. A baptista tevékeny szeretet közösségével létrehozunk, illetve ők hozzák létre, de mi is támogatjuk őket, egy új esélyközpontot, és hogyha megépül ez a kis szociális intézmény itt mögöttünk, ami a baptista egyház fenntartásában fog működni, akkor a településen élőknek, akik szenvedélybetegséggel, pszichiátriai gondokkal küzdködnek, és ezek nem valami más településekről idejövő emberek, hanem akik itt élnek közöttünk, akikkel találkozunk a postán, a boltban, a buszmegállóban, mindenfele, azoknak az embereknek, azoknak a helyi embereknek próbálunk itt a nappali ellátás keretein belül segítséget nyújtani. Ez mindenképpen egy új szolgáltatás lesz a településen, és ez megint egy kis, egy hosszú képzeletben, egy nagyon hosszú úton egy kis tyúklépés előre a település fejlődése vonatkozásában. A mai rendezvényhez én kívánok mindenkinek jó szórakozást, remélem, hogy sokan kijönnek. A kis kollégák nagyon szépen felállították a sátrat, nagyon szépen el lehet beszélgetni ebbe a jó időbe, de még egyszer mondom, én az esőnek szurkolok, és annak, hogy a programok jól sikerüljenek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezt követően Fekete Bianka furúja előadása, majd Csőke Ágnes és Berkes Bianka műsora következett. Boldog, ha mindenki eljön.
Atya, az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel hát néznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha engem egyszer látsz kerékkaposnak, alattam a föld is sírva leomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle Töpne József, az Országos Agarász Egyesület alelnöke az agarászat történetéről beszélt, majd megköszönte a település polgármesterének, a Madárkórháznak és a rendezvény két szervezőjének munkáját. Ezután a kőasszín futamok következtek a versenyre benevezett agarak számára. A verseny neve kőasszín, ami valójában falkavadászatot jelent, az agarak számára ez egy szokásos feladat, a vadászat gyakorlása. Egy egyszerű, párhuzamos kötélpályán egy nejlon zacskót húznak az agár előtt, aki igyekszik azt utolérni, esetleg elkapni. A rendezvénynek most is része volt az IASZ bemutató. Berkes Zoltán egy sérült fiatal lányt mutatott be a jelenlévőknek, aki segítséggel el tudta találni a céltáblát. Ezután gyakorlott, de fiatal IASZ-ok bemutatója következett, akik igyekeztek kedvet csinálni ehhez a sporthoz. Látványos bemutatót tartott a rendőrség két munkatársa, akik Rénót a nyomkövetésre, őrző-védő feladatokra kiképzett rendőrkutyát hozták magukkal. Engedelmességi bemutató, agresszív személy hatástalanítása, menekülő ember elfogása szerepelt a programban. Két bátor jelentkező a bűnöző szerepét is eljátszhatta. Bár az időjárás nem kedvezett a hagyományőrző nap megrendezésének, akik részt vettek az eseményen, azoknak tartalmas szórakozásban volt részük.